Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket! A mai napra 1763 fertőzöttet tartunk nyilván Magyarországon. Az elhunytak száma 156 fő. Sajnos tegnapról mára újabb 14 embertársunk hunyt el. Ez az eddigi 24 órás adatok szerint az idei legmagasabb szám. Ezek között, az embertársaink között vannak azok is, akik a Pesti úti otthonban betegedtek meg, és a meglévő krónikus betegségükre rakódott rá ez a fertőződés. Az ő számuk mára összesen már 18 fő. Részvétünket fejezzük ki a családoknak. Az elhunytakkal és a fertőzöttek számának a növekedésével úgy látjuk, hogy az utóbbi időben napról napra felgyorsult egy kissé a járvány terjedése. Nagyon közelítünk és lassan belépünk a tömeges megbetegedések időszakába. Laborvizsgálataink is jelentős számban növekednek, immáron 41.590 vizsgálatot végeztünk el. A fertőzöttek közül a kórházi jelentések alapján jelenleg 847 főt ápolnak kórházban, lélegeztetőgépen pedig 63 fő van. Az ő állapotuk meglehetősen súlyos, de mint korábban említettem, nem reménytelen, hiszen számos alkalommal be tudtunk már számolni arról, illetve tájékoztatást tudtunk adni, hogy az orvosaink kiváló munkájának köszönhetően és az ápolóink lelkiismeretes ápolásának köszönhetően lélegeztető gépről is le tudtak venni már beteget, közel 10-et. Úgyhogy ez egy nagyon szép, üdvözölendő teljesítmény, és nagyon szépen köszönjük. Az ország pollentérképén jól látszik, hogy azoknak, akik a citrus és tiszafa félékre allergiások, most nem kell aggódniuk. Viszont vannak olyan területek, amelyeket pirossal jelöltek. Itt főleg a fűz, a nyár és a platánfélék nehezíthetik meg az arra érzékenyek mindennapjait. Nyíregyházán rengeteg nyírfa van a közterületeken, ezek pollen koncentrációja nagyon magas a térségben. Magyarországon évről évre tízezrekkel nő az allergiások száma, idén ők az enyhe időjárás miatt jóval hamarabb észlelhetik a tüneteket. Ezek azonban jól megkülönböztethetőek a koronavírus tüneteitől. Mind a két betegség a légutakban zajlik zömmel, azonban lényeges különbségek vannak a koronavírus okozta megbetegedések, illetve az allergiás betegség között. Akkor vegyük azt, ami ismert, mondjuk az allergiás betegség tüneteit, amiről pontosan tudjuk, hogy mik a tünetek. Ez a nagyfokú orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés, könnyezés, ordugulás, fülkült, lágyszájpad viszketés. Meg kell említenünk, hogy itt is van az ízérzésnek, a szaglásnak a kiesése, viszont nem olyan jelentős, mint ahogy halljuk a koronavírus tekintetében. Ha a koronavírusról beszélünk, akkor ugye itt van a nagyfokú gyengeség, végtagfájdalom, izomfájdalom, magas láz, ami allergiában nem jellemző. Akik már évek óta küzdenek valamilyen allergiával, azok jól tudják, hogy érdemes figyelni a pollen jelentéseket, és a virágzás előtt 2 héttel el kell kezdeni a gyógyszerek szedését. Nincsenek viszont könnyű helyzetben azok, akik most kezdik produkálni az allergiás tüneteket. Ugye tudjuk, hogy most a szakrendelések nem működnek tekintettel a járványügyi helyzetre. Meg kell különböztetnünk azt, aki régi allergiás. Aki régen allergiás, ők ismerik a tüneteiket, ismerik azt, hogy az év melyik szakaszában jelentkeznek, tudják a gyógyszereiket, amit a háziorvosok felírhatnak, e-recept formájában is, akár megjelenés nélkül. Ugye itt az új allergiás betegekkel van problémánk, abból a szempontból, hogy ők nem biztos, hogy olyan korán felismerik a tüneteiket, nem nagyon tudják, hogy milyen gyógyszerhez nyúljanak. Nem szoktuk máshol előtérbe helyezni a vénnyelvből kapható allergia készítményeket. Most viszont azt tudom javasolni, akinek ezek az allergia tünetei vannak, amit az előbb felsoroltunk, próbáljon meg a gyógyszertárba antihisztamin torspét venni,
próbáljon meg különböző ilyen gyógyászati segédeszközt alkalmazni, értem ezen az orrögzítőket, az inhalátorokat, és hát ha majd mód lesz, akkor próbáljuk meg kideríteni, hogy mire is allergiának. A régi és az új allergiásoknak is érdemes szedni a megfelelő gyógyszert, ugyanis ha belélegzik az allergéneket, az gyulladást okozhat a szervezetben. A szakemberek szerint nem megfelelő kezelés esetén a gyulladás megváltoztathatja a nyálkahártya funkciót, ezáltal pedig fogékonyabbá válhatnak egy fertőzéssel, így akár a koronavírussal szemben is. Kemecsén nem állt le teljesen a munkavégzés, a hivatalok működnek és az óvoda és a bölcsöde is fogadja a gyerekeket. Ezzel együtt azonban igyekeznek mindenkit a lehetőségekhez mérten minél inkább otthon tartani. A település polgármestere elmondta, a térségi ügyeleti ellátásban vannak fennakadások, és a munkanélküliek száma is emelkedett a településen. Úgy figyelünk oda egymásra, hogyha valakinek légúti tünetei vannak, akkor azt a kollégát arra az időszakra, arra 2 hétre, akkor kivonjuk és home office munkavégzésben folytatja a tevékenységét. Azon kollégák például, akinek hozzátartozója, ismerőse, rokona érkezik haza külföldről, és olyan érintettséggel bír, amire oda kell, hogy figyeljünk, akkor őt szabadságra engedjük ilyen esetekben, illetve arra is odafigyelünk, hogy a közösségen belül, ha valakinek olyan kontaktusa van, akkor fölhívja a figyelmünket, egyeztetünk, beszélünk róla, hogy mit évők legyünk, illetve a környezetünkből, itt a településről bármilyen jelzés érkezik, akkor ebből feljegyzéseket készítünk saját magunk részére, és a feljegyzés alapján következtetéseket vonunk le, hogy mit évők legyünk az adott esetet illetően. A településen nincs probléma az orvosi ellátásban. A helyi házi orvos, aki 65 éven felüli, otthonról telefonon keresztül rendel, az ápolója pedig a rendelőben várja a betegeket a központi utasításoknak megfelelően. Így Kemecsén nincs fennakadás, azonban a járás több praxisával, így a központi ügyeleti társulásnál is problémák tapasztalhatók. 8 településre terjed ki a mi tevékenységünk. Ennek a társulásnak a feladatait, az elnöki tisztségét is jó magam látom el, és Kemecse viszi, hiszen a központi ügyelet székhelye itt van. Viszont azt tapasztalható, hogy a településen 10, ezeken az érintett településeken 10 praxis joggal rendelkező vállalkozó háziorvos található, és a vállalkozó háziorvosok közül azt kell, hogy mondjuk, hogy többen, tehát ez több mint egy, többen nem vállalják a központi ügyeletben lévő feladat ellátást ebben a rendkívüli helyzetben. Ez azért a tisztánlátás véget, ez egy olyan fontos információ, ami szerintem a helyi közösség meg a megye közvéleménye részére is szerintem fontos, hogy elhangozzék, hogy vannak ilyen jellegű praxisok, akik az orvosi hivatásuknak és kötelezettségüknek a központi ügyeleti ellátást illetően nem tesznek eleget. A polgármester elmondta, Kemecsén a gyógyszertári ellátás, valamint a boltok ellátása is fennakadás nélkül működik. Az üzletekben türelmesek az emberek, sorban állnak, csak annyi ember tartózkodik az üzletekben, amennyi az adott légtér elbír. Hétvégén én körbenéztem, én is kimozdultam, és a lakosság betartotta azokat az utasításokat. Mi külön intézkedést nem tettünk, de a helyi lakosság az lényegében otthon maradt. Azokat az elvárásokat, amelyeket a központi intézkedésekből a kormányzat is előírt a lakosság részére, azt maximálisan mindenki betartotta. Lipők Sándor hozzátette, a településen kis- és középvállalkozások működnek, az esetükben egyelőre nincs komolyabb fennakadás, azonban a munkanélküliség növekedése már tapasztalható Kemecsén is. A leginkább érintett szektorok, a vendéglátóipar teljesen megállt, itt munkaviszony megszűnésekről és munkaidő rövidítésekről is beszámoltak már a munkáltatók. Nem állt meg az élet a román határoz közel eső Rozsájon. Sztojka Zoltán polgármester televíziónak úgy nyilatkozott. A hivatali ügyintézés telefonos formában üzemel. Az önkormányzat pedig bízik abban, hogy a koronavírus járvány miatt nem esik el egy ígéretes határon átnyúló programtól.
A befolyása a járványnak elég nagy, egy befektetői csoport akart bennünket megkeresni Kolozsvárról ezelőtt egy-két hónappal, és jelen pillanatban emiatt ez megállt. Reményeim szerint, amikor ez lecsendesedik ez a válság, akkor fogunk majd tudni tovább lépni. Egy elosztóközpontot szerettek volna létrehozni, vagy szeretnének létrehozni, ez még hátha nincs útba veszve, tehát az áru felvásárlásával és forgalmazásával, elosztásával szeretnének foglalkozni itt a határ mentén. Csak nem egy hónap telt el azóta, hogy a kormány bevezette a hitelmoratóriumot, vagyis döntött arról, hogy felfüggeszti a hitelek fizetési kötelezettségét, legyen szó magánszeméről vagy vállalkozásról és bármilyen típusú hitelről. A moratórium év végéig tart, addig azonban bárki nyilatkozhat arról a bankjánál, hogy továbbra is fizetné a részleteket. Az elmúlt hetekben ügyfelek százezrei döntöttek úgy, hogy folytatják a törlesztést a hitelmoratórium ellenére is, derült ki az M1 hidadójában. Orbán Viktor a veszélyhelyzet kihirdetése után jelentette be, hogy semmilyen hitelt nem kell fizetni december végéig, azonban az adós bármikor dönthet úgy, hogy tovább törleszt, ehhez csak nyilatkozni kell az adott banknál. Az M1 beszámolója szerint a Takarékbanknál már csak nem 40 ezer ügyfél jelezte, hogy továbbra is fizetne. Ha valaki nem nyilatkozik, de tovább fizeti a törlesztő részleteket, az a bank számára azt jelenti, hogy az adós nem akar élni a moratóriummal. A KNTH banknál már az ügyfelek fele jelezte, hogy tovább folytatja a hiteltörlesztést, a diákhitelesek többsége szintén tovább folytatja a törlesztést. A Diákhitel Központ vezérigazgatója emlékeztetett, májustól igényelhető az új kamatmentes szabad felhasználású Diákhitel Plusz is, ami egy egyösszegű kölcsön. A felsőoktatásban tanulók legfeljebb 500 000 forintot, egyes felnőtt képzések hallgatói pedig akár 1,2 millió forintot is igényelhetnek. A Karma Pirint Köszönöm című szám a boros üvegre, karácsonyfa tartóra, ésszerszámos dobozra hangszerelve. A zenekar dobosa már több mint egy hónapja otthon van, ezért úgy gondolta, ideje valami vicces videóval megtörni a bezártság hangulatát. Magyarországon több mint 35 ezer zenekari dolgozót érint a koronavírus miatti leállás. Azért az egy kisvárosnyi ember, aki most per pillanat teljesen elvesztette a munkáját. Bízunk benne, hogy előbb-utóbb helyre fog állni a rend, és akkor nem csak ilyen kis karantén videókkal tudjuk szórakoztatni a közösséget, hanem tudjuk teljesíteni azokat a szerződéseinket, amiket már évelején megkötöttünk, hát bízunk benne, hogy előbb-utóbb elindul majd az élet, de addig is, ugye vegyes érzelmek vannak bennem, mert egyrészt aggódom is, és van bennem egy ilyen aggódás, félsz, de ugyanakkor meg van bennem egy jó érzés is, mert azért ez a leállás minden szempontból jó, mondjuk a föld klímájára nézve, vagy egyáltalán arra nézve, hogy az emberek együtt tudnak lenni többet a családjukkal, a gyerekeikkel, egyetemista gyerekeikkel, akiket mondjuk egy hónapban eddig egyszer láttak. Egy csomó olyan dologra van idő, amire egyébként meg soha nincsen, tehát az ember mondjuk kertészkedik, szakát növeszt, agrármanikürt növeszt, és megcsinál olyan dolgokat, amik már évek óta zavarják, hát most van erre idő. A Karma Pirint tagjai egyébként szigorúan betartják a szabályokat, mert kisgyerekek és idősek is vannak családjaikban. A nyíregyházi zenekar ugyanakkor nem unatkozik, kicsit talán szerencsés helyzetben is van most. Tavaly ősszel hoztunk egy nagyon jó döntést, ami most teljesen úgy tűnik, hogy egy életképes és jó döntés volt. Ősszel megálltunk a klubturnékkal, és visszavonultunk a próbaterembe dalokat írni, az új lemezünket kezdtük el tavaly ősszel megírni, és nagy szerencsénkre január végén, február elején, még mielőtt ez a járvány eszkalálódott, föl tudtuk venni az első három dal stúdióban. Ez azért jó, mert ez az időszak nem tudjuk, hogy meddig fog elhúzódni, de ugye a zenekaroknak kell valami újdonsággal mindig kijönni, és nekünk most van három remek dal a tarsolyunkban. Kettőnél pedig nem csak az előkészületeken vannak túl, azok szinte teljesen el is készültek. A Karma Pirint dobosa azt ígérte, egy hónapon belül az elsőt már hallhatják is a rajongók,
mire elérkezik a nyár és az igazi fesztivál szezon, addigra a többi is elérhető és hallgatható lesz. Köszöntöm a kedves nézőket! A hétvégével kapcsolatosan nagyobb forgalomnövekedéssel kell számolni, elsősorban az M3-as autópályán. Több helyen a sebességkorlátozás az M3-as autópályán a főváros fele. Külön felhívom az autópályán közlekedők figyelmét, hogy a belső pályasávot csak előzésre vehetik igénybe, tartósan azon nem közlekedhetnek. Több esetben az autópálya mérnökség jelzést adott a rendőrségnek, hogy figyelmeztessék, illetve szűrjék ki azon járművezetőket, akik tartósan a belső pályasávban közlekednek. Csak kimondottan előzés céljából szabad igénybe venni, viszont Pest megye területén egyes autópályákon a kamionok sem vehetik, még előzés céljából sem igénybe az autópálya belső sávját. A megye területén több helyen karbantartási helyreállítási munkálatokat végeznek, ismételten a jó időnek köszönhetően ma több helyen festettek útburkolati jeleket forgalomkorlátozás mellett. És nagyon sok helyen egyébként a sátorgarázsok tulajdonosainak figyelmét hívjuk fel, hogy április 15-ével el kellett, hogy távolítsák a sátorgarázsokat. A hatóság intézkedik azon személyekkel szemben, akik nyilván nem tettek ennek eleget, ami a szerződésben le van írva, illetve le van foglalva. És több helyen az lezárásokkal kapcsolatosan a koronavírus elkerülése érdekében nagyon fontos, hogy ott, ahol le vannak zárva a parkolók, legyen az magánparkoló, vagy akár közterületen lévő parkoló, oda nem szabad beállni. Nagyon sok helyen erre figyelmeztetik feliratokkal is. Sóstógyógyfürdőn sajnos nagyon sok esetben előfordult az elmúlt napokban, hogy a lezárás ellenére behajtottak, hiszen még gépkocsival, illetve még kerékpárral sem szabad behajtani. És ha már kerékpárosok, két kerékpáros sérülése járó közötti közlekedési baleset történt az elmúlt 24 órában. Tegnap Nyírpazony belterületén a Vasvári Pál utca 124 szám előtt egy kis haszonjármű vezetője kinyitotta a baloldali vezető felé ajtót, és a mögött érkező kerékpáros neki ütközött. A kerékpáros férfi megsérült, a mentők helyszínenlátást követően szállították a József András Kórház traumatológiai állomására, és péntek reggel 7 óra 40 perckor a Vestik Vilmos úton Nyíregyház és Nyírszőlő között a Patak utca felől úgy hajtott ki egy gépjárművezető körültekintés nélkül, hogy a Nyíregyháza felé közlekedő kerékpárosnak ütközött. A kerékpáros megsérült, súlyos sérülés gyanújával szállították a mentők a József András Kórházba. A rendőrség mindkét esetben vizsgálja a baleset okát és a felelősséget tisztázza. Köszönöm egész heti figyelmüket, balesetmentes hétvégét, jó utat a viszonthallásra! A többi osztályhoz hasonlóan a Kézilabda Szövetség bajnokságokat lezáró döntését követően a női NB2 északkeleti csoportjában is megfagyott a tabella. A Máté Szalkai MTK 16 mérkőzés után 8 győzelemmel, 1 döntetlennel és 7 vereséggel a 6. helyen állt a 12 csapatot számláló mezőnyben. Ez a fél szezon, a tavaszi szezon, ez egy hónapra korlátozódott, ugyanis február 8-án kezdődött el hivatalosan a tavaszi szezon az NB2-es bajnokságban, és március 8-án játszottuk le az utolsó hivatalos mérkőzést még bajnoki rendszerben, idegenben. 5 mérkőzést tudtunk lejátszani ebben a bajnoki fél szezonban. 3 győzelem és 2 vereség volt a eddigi mérleg. Jelenleg a bajnokságban, ami nem csak jelenleg, hanem ez már a végleges sorrendet is jelenti, a 6. helyen állt az akkori időszakban ugye a Máté Szalkai MTK csapata sűrű élmezőny tekintetében. Bíztunk abban, hogy a szezon végére azért ismét a dobogóra fel tudunk kerülni. Ebben az idényben tudjuk azt, hogy sokkal erősebb az előző évekhez képest is a bajnoki szezonban szereplő csapatoknak az összetétele. Egy nagyon kiegyensúlyozott bajnokságban szerepeltett a Máté Szalkai MTK. Az elnök szerint az eredményeket annak tükrében kell értékelni, hogy tavasszal nem számíthattak legeredményesebb játékosukra. A több éve gólkirályunk Kisbriki az épp a doktori disszertációjának a megírását és megvédését tervezi a május hó folyamán. Éppen ezért ő például a téli felkészülést már nem tudta vállalni, ezért értelemszerűen ugye nem is szerepelt a csapat mérkőzésein a tavaszi szezonban. Ugyanakkor örömteli tény, hogy azért olyan játékosaink, akik korábban már szerepeltek a csapatban, azokkal a játékosokkal sikerült megegyezni,
érkezni. Itt említem Drabik Pannát, aki korábban az ifjúsági csapatnak egy nagyon oszlopos és meghatározó tagja volt. Ő is a téli felkészülésben csatlakozott a csapathoz, és eredményesen tudott szerepelni, míg meg nem sérült, mert szegényként a negyedik fordulóban megsérült, elég komoly sérülés szenvedett. Így aztán abban a 4 fordulóban azért a felnőtt és a junior csapatnak is a hasznára tudott lenni, illetve Torma Eszter is visszatért, aki ugye a Győr és a Debrecen után most 1 év kihagyással, egyetemi tanulmány elkezdése után sikerült rábírnunk, hogy a fél év során itt a téli szezonban a felkészülésbe bekapcsolódjon. Őnek is a hozzáállásával, illetve az eredményes játékával azért a csapat előrébb lépett, tehát azt az űrt, amit Brigi kiesésével a csapat elszenvedett, azt úgy gondolom, hogy ezen játékosok pótlásával sikerült helyre pakolni, teljesen más szerkezetbe kellett ezáltal a csapatnak játszani, de úgy gondolom Falcsik Miklós ezt a taktikai variációkat is megoldotta, bár nem sokat ült effektív a kispadon, hiszen mindig valamiféle interjú után a Kézilabda Szövetség jóvoltából elérte azt, hogy mindig a nézőtérről tudja irányítani a csapatot, tehát hétről hétre, ami szerintem nonsens ebben a helyzetben, mert úgy gondolom sértőt nem, de ugyanakkor, amikor a igazságérzete fáj valakinek, akkor is ezt őszintén kimondja, akkor ez bizonyos embereknek egy szakszövetségben sérelmére van, és éppen ezért ő oldalról, a lelátóról irányította a csapatot. Torma Tamás elmondta, reméli a nyár folyamán valamikor elkezdhetik a felkészülést változatlan szakmai stábbal és változatlan játékos kerettel. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták, április 17-én pénteken, friss hírekkel legközelebb, hétfőn várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Köszönjük a figyelmüket, vigyázzanak magukra, és ha tehetik, maradjanak otthon. A viszontlátásra!